Szevasztok, srácok! Váratlan Halls of Tormentezések várhatóak most a következő fél, egy, másfél, kettő, vagy esetleg három órában. Ez azon múlik, hogy mikor jönnek vissza a Blizzard szerverek, mármint pontosabban a WoW szerverek, ugyanis most hát azt mondták, hogy váratlan egy órás leárás, úgyhogy így bele se tudtam kezdeni a WoW-ba. Ha ezt tudom, akkor tovább tolom a Zeldát, úgyhogy most ez a játék ilyen kis idő kitöltő. Swordsmanezni fogunk, ez a terv, és megpróbáljuk megcsinálni azt, hogy megöljük a Lich-et. Köszi Lamindra. Ez a terv, srácok. Tegnap szedtem le a WoW-ot, sorry a diszkonek miatt. Hát, kösz. Nem, már. Meg lett tizedik itemünk is. HP capacity. Defense. Block strength. Jó, a hoodot beraktuk. Húzunk az attack speed-em. Attack range-en is lehetne. Na, hát adjad az attack range-et. És mi legyen a következő? Damage attack speed. 10% damage-et kérünk. És akkor Haunted Caverns. Ez akkor lenne nagyon király, hogyha 8000 pénzt össze tudnám szedni. Tehát most meg kell keressük egyébként a vérfoltot, és akkor talán meg tudjuk majd ölni. Le kell vegyük ezt a gyűrűt. Jött a HP regen. Kérünk HP-t. Oké, itt lesz vérfalt. Ilyet a crit damage bónusz. Szia Vétes. Tényleg Cidi. Te láttad, hogy lesz magyar WoW? Mármint, hogy itt most itt arra gondolok, hogy magyar questek a WoW-ba. Ha tényleg nincsen Konix. Ha ezt tudom, hogy nincsenek szerverek, akkor ugye... izé, nem is... akkor nyomtam volna még tovább a Zeldát. Crit chance range. Ja, erre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy csinálják, hogyha ez így tényleg működőképes lesz, ha minden igaz, ma este lesz elérhető a verzió, az első verzió, akkor megy a végigjátszás, akkor megy a WoW végigjátszás. Transfiction.
csökken a sebzés, minél több enemy megy át. Damage attack speed. Megjött közben. Ez a fajta sebzés egyébként jobban tetszik, mint a klerik fegyveré. Ezt az IS-szal oldottuk fel amúgy, ezt a transfiction-t. Szerintem jó volt. Mondjuk az Arcane Splinterre kéne sebzéseket csinálni. Ja, 10% damage-et majd el kell hozzuk. Most fel kell mennem gyorsan a vérre. Nagyon jól haladunk egyébként. Ahhoz képest, hogy hogy kezdtük, tehát hogy milyen volt az első ránom, meddig jutottunk. Megvan az Evolve rendszer? Nem, az nincsen. Az én nincsen. Én már evolve voltam amúgy? Azt nem tudom. Mármint, hogy a második weaponeket hogyan tudod fejleszteni, mert evolved már volt. Evolve-nak számít a villogó orb például? Ó, te klasszik az Alneo már. Elmegyünk most fölfelé. Lich King a mindened? Ah. Lehet, hogy ezt még bánni fogom. De bízom benne, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy lehet nyomni a Lich King-et. Klasszikom. De azt nagyon szívesen újra játszanám. Opa. De most nem akartam azt, hogy mindent eldobok és... és ilyenek. Hát tudom, hogy nincs ICC, de nekem pont az lenne nosztalgikus és nagyszerű, ami a Lich King na mi az? A Lich King-es kiegészítő megjelenése és ICC megjelenéséig. A Dungeon Finder hiányolásával valószínűleg egyedül vagy, már mint hogy nem vagytok sokan, akik azt arra vágynak, mert a legtöbb klasszik arc az azt mondja, hogy így a jó.
Mert hogy ez így nagyon ilyen közösségi vagy milyen. Plusz egy projectile a Transfictionhoz. Argent Tournament kedvencem volt. Kiszedni ott a kis fickót, aki gyakorlatilag a mindenes, az... azt így nagyon szerettem. Az a baj, menu mellett nincs sok időm sajnos, és spammelni a csetet meg ilyenek már. Ki kéne hozni ezt a cipőt? Tehát 10-es block strength-et lehetne összehozni. Hát kimentjük. Ártani nem át. Úgyhogy vétes egyébként, a kérdésedre visszatérve még nincs meg, hogy hogyan kell evolválni. Jaj, 10 az alap. Ja, jó. Akkor... hát... rosszul olvastam. Köszi, Scott. Szevasszim. Transfiction amúgy egy rohadt jó képesség. Tényleg amúgy egy Siri, nem emlékszem, hogy te végül... végigjátszottad a... Tears of the Kingdom-ot? Százalék dam, 10% attack speed. Na és meddig jutottál a Diablo HC-val? Az a cipő egész bevált a gömbökkel. Köszi a tippet.
50 és 70 között elfektetnek, aha. Nagyon jó sebzésünk van. Tehát, hogy ez a jelenlegi build, ez brutálisan jó. Kértem Phantom Nudlit. Nyilván inkább ne csinálj szín, mert az a gond, hogy erről a kiváltásról megy értesítés a moderátoroknak, és így feleslegesen zargatjuk őket ezzel. Semmi gond. Marciban az, köszi szépen a 9 hónapot. Additional attack. Nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot. Eregenek srácok a szvegek harci barasznak. Gratulál az újabb badge-ethez. Mindjárt nézem, hogy mit írtál hozzá. Végre sikerült vennem egy PS5-öt, nem nagy dolog, de a boldogságnál annál nagyobb. Ne viccelj, a PS5 az nagyon jó. Az a helyzet, egy PS5-tel? PS5-tel? A jelenlegi gaming élményeket maximálisan meg tudod szerezni. Sőt, talán a csúcsot, a csúcsokat, mert hogy a DualSense az így annyira next gen dolog, hogy az úgy nagyon sok embernek meg kell tapasztalnia, szerintem. Piercing 1. És ez mire ad piercinget amúgy? Mi fog így piercelni? Piercing. Azt mondja, hogy main karakter és az all ability. Szerintem ez amúgy nem kell nekünk a piercing. Nagyon jó HP regenünk van.
Hát igen, hogyha valaki bevállalja azt, hogy inkább játszik kontrollerrel. Akkor kifizetődőbb a PS Gaming. Hogyha... Ha nem nézzük azt, hogy milyenek a játékárak a PC-hez képest. Ha ugye... Tehát, hogy ugye PSN sokkal később mennek le az árak. When you die, the seal breaks and revives you. A fegyvereknél ott van az infónál, hogy melyiknek milyen a piercing tulajdonság, igen? Á, értem. A Phantom Nudli az, ami nem piercel, a többi az igen. De az biztos, hogy ezzel nem lőttél mellé. Ezzel a döntéssel. Az biztos. És köszi szépen, srácok, a pergetőt. Fel kéne menni, hogy kimenekítsük az itemeket. Pajzsos csontikon nem akar. A piercing az az, hogy átmegy a pajzsoson is. Ó, aha. Srácok, most állt el negyed óra. Nagyon jól jön az XP. Ja, mert hogy movement speed. Aha. Tehát a golyók miatt értem, hogy miért mondtad ezt jónak. Scott. Ja, movement speed hatással van a golyóra, igen. Kérjünk a HP regent.
Ja, megjött közben a boss. Na. Hátrafele is lövök. Menő ez az Evolve. Ez menő. Kéne még viszont movement speed. Lassan a 20. percbe fogunk belekezdeni. Oké, 30% sebzés. Te meg itt nem mersz tippet adni? Eljön majd úgyis az a pont a játékban, amikor azt mondom, hogy na most már aztán minden szabad. De még annyira az elejénél tartunk a játékban, hogy még így ki akarom élvezni. Az a jó, hogy tehát a jó játékok, a nagyon jó játékok elejét azt így annyira jó kiélvezni, mert utána jó visszagondolni, hogy basszus, és az elején még csak ennyi meg ennyi mindent tudtunk. Ez a fránya mérgezés. Azt mondja, hogy duration, critical damage bónusz. Amúgy ez lehet nem lesz meg, mert nincs nagyon olyan jó arra a damage-em. Kutyákok nem kapják annyira sajnos.
Na. Base damage. Na, és akkor ott van missing health alapján a sebzés növekedés. Ezzel csökkentjük a bekapott sebzést. Base defense-el. Jó lenne egy mágnes, hogy ahogy felszedje az összes XP-t. Na, megadta a 750 ezer sebzés a Transfixióval, hát az Arcane Splinterrel még. Arra még gyűjtünk. Block Strength, Attack Speed Ability tessék. Én azt hittem ez egy Tower Defense játék, Scott, de akkor nem. Már nem is érdekel. Mindjárt megy is az Uni Instán. Oh. Azt mondták, Senior Ehenter, viccelődés nem lenni? Ó, oh, oda néz, attack speed 15%. Amúgy milyen sebzésünk is van? A Transfiction 2000. Jó, van, jó ez így. Kicsit sokan lettek. Azt hiszem ezt kijelenthetjük. Közben elértük az 50-es szintet. A 60-ast úgyse fogjuk itt elérni. Nyilván jó lenne, de... de az esélytelen. Ezekből az Early Access játékokból még akármi is lehet. Igen. Na tessék, meg lett az is. Jó, hogy ilyen lett az achievement tagja, meg azt hittem, hogy ez a játékban ilyen, ez a tü-tü-tü. Ja, a mágnessel még... lehetne ügyeskedni. Még van 2 percünk. Hát megnézzük amúgy.
A movement speedet nagyon kevésnek érzem. ...2000 HP recoverelés, nagyon jó. Tök jól teljesítünk. Hát a 60 az nem lesz meg, de talán egy szintet így ezzel tudok majd hozni. Utolsó egy perc. Legalább movement speed-et tudtunk kérni. Utolsó fél másodperc. Igazából itt talán most már a menekülés éri meg. Hogy ugye minél kevesebb sebzést húzzak be az elemitől. Hát amúgy csak nem sikerül. Hát nem tudom, hogy hogy tűnt el a HP-ja. Az amulett. Jézus! Fész 2! Na jó. Ezek itt mik? Jézus! Aha, ja.
friend. Belementem az arcába, és nem csinált semmit. Mekkora mázli, nem? Ghostfighter, nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot. Hú. És köszönöm, hogy a Prime-edet is elhasználtad el. Szevasz, Bajó. Na hát, szereztünk egy csomó mindent. Állokkoltunk trait-eket, itemet is méghozzá. Upgrade-et. Meg valami Greed Rising-ot is. Na hát igazából amit akartam, az így sikerült. Ő volt a Lord of the Pain, ja. Ott van az Arcane Splinteres, azt is ugye megcsináltuk. A Focus és Piercing jött velem. Lightning Strike-al kéne 750 ezeret nyomni. Grid Rising, összegyűjtetél 20 k aranyat. Ja, annyi volt? Ja, akkor jó, köszi, Scott. 10 boss, úgyhogy ez is megvan. Köszi szépen, hogy itt voltál, Xili. Szép napot neked is, és hát várunk vissza. Ja, ott van 20 ezer. Treasure Air meg 200 ezer gold. Azt mondja, lépjünk be a House of Tormentbe 20-szor, és legalább 5 percet éljünk túl. 50 elite nemi. Gold drop, egy olyan blessing. ...2000 HP egy arán alatt, a Blood Soaked Shirt, Torn Fist. ...500-szor üssenek meg. Torn Fist, ez tetszik. Legutóbb 55-ös szintig sikerült menni. Hát ez minél előrébb vagyunk, annál jobb lesz majd, ugye? 3 millió a main weapon-nel. És 3 millió a ring blades-zel. Na jó. Milestone-ok. Ja, és megkaptuk a revive blessing-et azzal, hogy megöltük a Lord of Pain-t. Na, mit kell csináljunk? Worm Queen-t le kell győzni, és ezer enemit. Akkor csinálom kontrollárral. Azt mondja, hogy 5000 ér. Egy revive. Hol is ez új cucc? Mit hoztunk ki? Valamit kiosztunk, nem? Valami cipőt? Nem, nem osztunk ki semmit. Ja, mert meg kell venni. Aha. Szóval 4000 elven slippers. Aha, jó. És ez az Echoing Band kéne nekünk nagyon. Ja, ki kellett volna váltani, igen, igen. Na jó, hát igazából most annyival jobb a rán, hogy több XP-t kapunk, és... és van revive-unk. Indítok közben nektek egy előrejelzést. Az előrejelzés témája pedig, hogy sikerül-e 25 percig túlélni az új pályán? Ja, ez nagy személyiség, Andaron, igen.
kimentem, azt még fizettem is kell érte. Tehát a Warriorral, tehát a Swordsmannel a második pályán fogunk játszani. Erre tudtok most fogadni. Sikerül 25 percig túlélni? Hát ugye 5 percet se sikerült amúgy itt túlélni, csak mondom. Na, crit chance az jöhet. Egy-egy gold volt itt. Én nem jósolok itt sok sikert. De hát igen, azóta már erősödtünk. Azt nyugodtan elmondhatjátok Anderonnak, meg nyugodtan leírhatjátok a csetre, hogy lesz-e térkép a játékban. Meg kell legyen, mert felraktál 20 000-et? Bátor vagy, bátor vagy. Ringblade. Nyúj. Na de az, hogy lehet... Na várjál. Ez így... gyors bukó lesz. Utolsó pillanatban ki kell térni. Oh.
Ó. Oh. Szevasz, Tony! Ajaj, 22-t belém karcoltak. Legalább az 1000-re nem én legyen meg. Na, legalább az megvan, igen. Basszus. Francba, ezek a szemetek. Azt mondja, hogy crit damage base defense, oké. Okay. Na ez most például olyan. Szemét. Ajjaj. Szóval ő volt a Flame Dancer. Kérünk ilyen additional attackot. Olyan probléma van, hogy nem nagyon akarnak amúgy meghalni. Na, de legalább már 22 percig túléltük.
Jó, nyomom, köszi. Kérünk defense-t. Ha fáj, akkor legalább nem fájjon annyira. Igen, ez már Diablo 3. Mi a fene? Ez olyan Dark Souls-os bossnak tűnik. Amúgy. Hogy ilyen nagy trutyi. Radiáns aura. De lehetne nudli. Jó, hát amúgy kérünk. Ó, oh, wow, mekkora area. Nem is figyeltem, hogy ez miből szkélel. Blade size, damage, cone size. Hát úgy néz ki, hogy ez így most akkor nem derül ki. Mizuben? Hogy halad a rugód? Hiszen ez egy damage. Szia, férni. 400-at sebez ez a cucc. Van arra a növelő trét, aha. Na basszus. Base HP movement speed. Igen, igen, megy a hentelés. Hali, tudod mi az a Reddit place? Nem, ezt a kifejezést még nem hallottam, hogy Reddit place. Aura damage, aura radius. Base HP. A bakán. Nagyon sok XP van itt a földön. Kérünk még egy kis defense-t.
És elmondod nekünk, mi ez a Reddit placem? Na hát ez még mérgezés, nagyon jó. És valakik lilát hánynak, hát ez csodálatos. Valakik meg barnát hánynak. Palasz. Damage és attack speed adjad. Amúgy egyelőre 12 percnél járunk, lassan most lesz meg a 13. perc. Ja, hogy ezek ilyen kukacok? Jó, kérünk még 10% damage-et. Azért 0 HP-ról hogy visszahoztuk? Nem, srácok? Hányós kukacok. Ez mi a fene van? Ja, hogy két boss egyszerre. Ez jó. Hát így lehet élni. Na, azt mondja, hogy Crippling Blade, hogy ugye dupla annyi legyen. Au, au. Aztán Additional Attack. Na most kétszer annyit ütünk. No, jöjjön az Astronomer Orb. Jó, gyere attack speed. Igen, igen. Több a tekercs. Ja. A pokolba több a tekercs. Ez a marketingjük egyébként, Scott. Base damage 20. Au. Ez elkezdődött a 15. perc, és nagyon fáj. HP regen.
Na, 5000 enemit is megöltünk. Mondjuk egy 30% damage. Felszippantottuk az összeset. Na, HP regen. Ó, itt már ilyen íjászok vannak. Tükkös. Az a pénzes, ez elég érdekes volt. Wow. Mi volt a Wraith Lord? Ez most így micsoda? Bloodsoaked Shirt, Seal of Rebirth. Na! Fel is vettem, és akkor berakjuk, hogy Base Crit Chance. Ha esetleg nem lenne elég a kritelés. Hát ezek a potionok nagyon jók. Au. Mennyit sebezhetett? Srácok. 18 perc telt el. Damage, orb sign, movement speed. Nagyon fáj. Blade-eket közben erősítem. 500-szor csapjanak meg összesen. Az jó. Hát ez a rán az, ezen a staton biztos erősítem. Lassan 10. perc, majd vagy 20. perc. Huszonöt-huszonnyolc körülsebb ez meg? Nem, aha. Csalom, még egy mágnes is felszedtünk. Orbit speed, orbit damage, orbit distance, vagy mi? Béna enemy, na hát ez nagyon jó.
Na, HP-regen nagyszerű. 4-es HP-regen. Azt mondja, hogy Phantom Noodly Meta Lightning Strike. A 21. perc következik. Jó, és akkor maxos HP-regem. És még tudunk itemet is kimenekíteni. Olyan kis helyeken tud elszlalomozni a karakter. Crit chance, crit damage, block strength. Élt amúgy olyan. Au. Na itt van valahol a kimenekítő. Ja, ott van. Nem láttam. Igen, hát konkrétan valóra vált Connor, igen, igen. Na, mikor lesz a Halls of Torment? Igen, igen. Én ezt a Missing Health Point... ott nyomjuk. Ezt, hogy... a hiányzó HP miért plusz sebzés? De hát nem is az van a menetrendben. Hát nem tettek róla, a Blizzard leállítja itt a szervereket. Hülye Blizzard. Nem a block strength az úgy működik, hogy van esélyed... van esélyed, hogy egyáltalán ne jelenjen meg a sebzés az enemitől. És egy bizonyos érték fölött pedig nem esélyed van, hanem fixen. Ja, ez olyan, mint hogy ez olyan, mint a múltkor a srác, aki mondta, hogy mesélték neki a sztorit, hogy szerverterembe takarítónő kiúszta a kábelt. Ez olyan, Connor? Az nagyon tetszett nekem. Tizenegy. Srácok, 1 perc 25 percig. Igen, 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 az volt. Takarítani kellett a dugaj neki, igen, igen.
De kukac nagyon idegesítő. Jó, megvan a 25 perc amúgy. Van ilyen arany slime, az így dobálja a pénzt. És ilyen agasztó, hogy nem nagyon akar halni ez a boss. Még így double damage-el se nagyon. Még 3 perc van hátra. Na végre! Enemy ölés 3% eséllyel ad neked HP-t. Ó, igen. Na, túléltünk 28 percig. Egy perc alatt még, hogyha 60-at elérnénk, az nagyon zsír lenne. Na, tessék, meg is van. Tök jó.
Az ide sajnos nagyon kevés lesz. Hoppá. Megnéztük, hogy azért a kardja mennyit sebez. Basszus. Ó, hogy ezeket fel kell robbantani. Hát ez amúgy se lenne meg, tehát hogy így ennyi HP-t esélytelen leszhetne. Wow. 7 milliós sebzés. 4000 gold. Na hát ez nagyon jó. Itt van Exterminátor, meg a Warlock is. És még van két karakter. Na gyere, Exterminátor. Oké, okay, Blessinget nem kaptunk. Attack speed-es kesztyű van itt. Na ezt az Echoing Bandet ezt kivesszük, mert ez így nagyon, nagyon jó. És amúgy sikerült túlélni 25 percig, tehát gratulál mindenkinek, aki erre tippelt. És indítom mindjárt az újabbat. Az első pályára fogunk menni. Az exterminálóval. 20 ezerből 30 ezer? Hoppácska. Pedig azért nagyon szoros volt. Hát, hogy nagyon izgi volt. Hát 15 percig sikerült túlélni az exterminálóval. Első pálya, és amúgy már mehetne a harmadik is. Ó, igen. Azt mondja, hogy... hát adj pick-up range-ot. Menő ez a lángszúró. Adjál damage-et is. Nem tudom, hogy rá hat-e az attack speed például. Öplájolni kell a 50 burninget.
Egyszerre, egy időben. Aha, csináltam, andarom. Na, range. Kérünk Phantom Nudlit. Egyre durvábban stackál rajta a burn. Ilyen 250-et is nyomott. Vagy, de lehet, hogy csak 25 volt amúgy. Main statnak tűnik amúgy az attack spin. Ja, csak 25 volt. Én meg már itt azt hittem, hogy nagyobbak a számok. Ó, de ott volt egy... Hát én nem tudom eldönteni, mint hogyha 150 lett volna. Lightning Strike. Hoppá. Hetvenöt és meg 80? Akkor jó. Base HP, base defense. Megyünk fel a temetőhöz. Mondja, hogy base crit chance. Szerintem amúgy nem kritelet ez a fegyver. Eddig még egyszer sem láttam kritelni. Viszont látok valamit kritelni, de az nem biztos, hogy a fegyver kritje, az lehet, hogy csak a dot, amit felrak annak a kritje. Keressük a vértócsát. Szevasz, Viktor.
Ja, jöhet a range is amúgy. Ah, itt van amúgy az egyik tócsám. Mókás amúgy ez az égetés. Na gyertek! Azt mondja, hogy igen. Hón. És akkor még attack speed. Kíváncsi leszek majd a boss-t milyen gyorsan sikerül megcsípni. Hát egy kis HP-regem még. Range damage. Hát amúgy damage-re kellett volna rámenni. A Warlocknak majd az idézős gyűrűt hozom el, mert szerintem az neki lesz jó. Az most nem is jó felé jöttünk, hol a vér? Oké. Na, elindult közben a 8. perc. Jaj, a kritet nem akartam, azt akartam megnézni, hogy vajon hogyan pierszel a mi fegyverünk, csak hát ugye azt nem tudom megnézni. De valószínűleg jól pierszel, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozzak. Tehát a flamethrower szerintem az is ilyen végtelen pierszelős. Elvesztettem a zsebkendőmet. A vérfoltat, aha, ott van. Additional attack. Az nem tudom mennyire fog megérződni. Mondjuk itt valószínűleg nagyon megérződik, mert ugye gyorsan támadunk. Damage a main weapon-nál.
Na végre, az így 39 lett. Vagy 30 lehet, hogy csak 30. Mindjárt még egy kis HP-regem. Na teljes lett ez a lila cucc. De még itemeket kimenthetünk. Hát fejlesszük a Phantom Noodle-t. Na nézzük a shield-es boss milyen gyorsan olvad el. Attack speed a main weapon-re 15%. Százszázalék. Nyomott ki. Hát amúgy ez elég gyengos így. Nem tudom ez a fegyver hogy lesz erősebb. Kérünk rá még 10% damage-et. Lehet, hogy base damage-e lesz majd erős. Na, 20% range. Az biztos, hogy ekkora sikerünk az előző pályán nem lenne. Bird damage nem számolódik bele a fegyver sebzésével? Na simán látszott. Jó, még egy kis range. Ja, látom, bőrnem is az külön van. Hát ja, majd azt valahogy erősíteni kéne, mert ez így nem. Ott van, burn chance 10%. Több eséllyel égetünk. Bár az a helyzet, hogy ez is így még mindig kevés. 3000 fire damage. 300 000, bocsánat. Igen. Pont egyre gondoltunk, Scott.
Na, level 30-as Exterminator. Ez haladás, kérünk még HP regent. Hát ő gyorsabban hullott el, az egyszer fix. Oké, még kérünk a attack speedet. Galád mágusok szétlövöldöztek. Százalék movement speed, de amúgy ez elég jó stat. Mármint, hogy elég jó, hogy ez a stat jön. Közben lassan 16. percünk lesz, srácok. Adjad az aura damage-a. Jó, még kérünk range-t. Na, 200 ezres burn damage egy rán alatt. Igen, igen, veri rá lángszóró. De ez inkább vicces, mint sem jó. Mert hogy nincs elég sebzésünk. Azt képest elég szépen halnak. Ja, ez nem a lángszoréba? Ja, ja. Tehát nem a víz a hülye, hogy úszni kell, hanem a kacsa, azt mondod?
Ja, a többi képesség aratja. Na, Nudlin húzunk még egy kicsit. Na, 30% arra a elementál. Ezt gondolom jó. Meghalt, jelentem meghalt. 30% damage a main weaponre. Nem tudom, mi ez a 30% damage elemental, ez mi lehet. Bekértük a forgógólyóbisokat. Na, még 10 perc van hátra. Azt mondja, hogy kérünk még 10% sebzést. Balszág, a lighting több enemy stun-on lag, gondolom én. Bal oldalt kiírja minden fegyverén, hogy fizikai elementál típusán. Bal oldalt. Ja, aha, oké, akkor ezt majd elolvassuk. Ott a tooltipekre gondol, azt gondolom. Azt mondja, hogy kivisszük a 10% crit chance-t. Nyolcezer méter az exterminátorral. Közben a 21. perc kezdődött el. Úgyhogy sikerül-e 15 percet túlélni, az az előrejelzés már meg is van egyébként. A radiáns aurán erősítünk egy kicsit, hogy gyorsabban támadjon. A radiáns aura a fény körülöttem. Hoppá. Régebben kiborg volt ez a karakter, de aztán munkát feltad, komolyan. Phantom Nullinak azért van sebzése.
Au. Ja, hogy exterminátor. I see. Százas krit az égetésből, azt láttátok? Wow. Vagy mi az 500-as burn damage? Na már jók a szerverek? Köszi, Namidra. Köszi szépen. Az helyzet most már erre a hátrálevő 3-4 órára. Így nem váltok át. Eddig tartott? De mi tartott eddig? Mit csinálhattak? Hát én sajnálom amúgy, Konix, mert azért mégiscsak új patch. Azt most nem tudtuk megnézni, hogy milyen az új izé. Meg készültem ilyennel is, mindjárt benyomom nektek. Egy ilyennel. Mint amit tudjátok, volt a Diablos event alatt is. Most lett volna ilyen. Szerezhettetek volna menő dropot. Azt hiszem 18-áig van. Crit chance, stun range. Adj egy base defense-t. Az komoly! Pedig ez a patch neked tetszene, Konix, mert konkrétan változtattak a mágusokon. Csak mondom. Konkrétan mágus... Holy Paladin és mágusok. Aura damage, aura charge speed. A ping rendszerrel... Vagy te már egy ping rendszer. Tízezer enemit égettünk. Szerintem, hogy aura damage, movement speed-ese. Már kikérettük van. 1 millió fire damage. Öt perc alatt a 60-as szint az nem lesz meg. Szevasz, kis András. Na. Ennyit nem fogok tudni felhílálni.
utolsó 4 perc. Ezek a kis impek hogy elolvadnak, ez nagyon tetszik. Ez elég damage. Az alapfegyverünk, nem? Echoing bent. Echoing bentnek figyeljetek milyen DPS-e lett. Ez a gyűrünk konkrétan. Kéköves gyűrűt már kivitett? Nem, sajnos. China? Még nem. Pedig király lenne Kedi. Ó, na, Phantom Nudli. 750 ezer. Azt hittem, az már megvolt. Na és akkor kikérjük a legdurvább range-tet is. Utolsó 2 perc következik. Jaj, basszus, beleálltam a mérgezésbe. Uha. Uha. Ja, igen, adna revive-ot. Átváltom majd, hogyha izé jön. Ha a boss jön. Utolsó 1 perc. Utolsó fél perc. Tizenötszák. Hétszák. Na. Ott volt valami sok sebzés.
Oh. Na, fész kettő. Na hát ez jó kezdés. Hogy is csináltuk? Bár a Swordsman-nel nem csinált ilyenkor semmit. Amikor így elkezdtem körülötte táncolni. Úgyhogy az valami glitch lehetett. Még egyszer hallhatunk egyébként, szóval no para. Kanácska, hogy van? Hát... pihenget. Jól van. Szerencsére jól van. Na, hát nem csak, hogy 15 percig sikerült túlélni, hanem megöltik a főbosszt is. Utolsó try Warlockkal lesz. Nem tudjuk, hogy a Warlock mit tud. De nem baj, kiderítjük. Kérünk Area és Projectile Size-t. Lesz a Wolf pótlás. Az helyzet, hogy... még nem tudom, hogy nem tudom. Még nem tudom, hogy hova kéne, hogyan kéne. Szia, Sprinter. Hát ez új pálya. Új pálya, Warlock, sikerül a 15 perc. Hajrá. Szerintem nem fog. Hát még a második pálya is nagyon nehéz. Forgotten Viaduct. Na, eddig három enemit megöltünk. Már ötöt. Bedurvultunk, 12. De jó muzsika van amúgy. Range. Duration.
Attack spin. Na, azért hatan részt vettetek benne. Damage és minusz egyszer duration. Hát akkor ez most az, hogy gyorsabban varázslunk? Gondolom igen. Igen, egyedül vagy a nemben, Onyx. Duration? Na. Minusz 10% HP, plusz 30% damage. Ez könnyű lesz, azt mondod? Jó. Legyen úgy. Bosszos nem nagyon kapja. Még a gyúrésen. Ja, akkor adjad a pick-up range-et. Base damage és duration. Adjad. Uha. Level up 500-szor. Jó, movement speed-et kérünk. Na most meg valami sárkányok jöttek. Vagy impact, én nem tudom. Jó.
20% damage main weaponra. Ötszázezer summonnal, igen? És tényleg. Jó. Jézusom! Ez megjött az újabb boss. Hát legalább 7 perc. És itt az első boss. Én meg már azt hittem megöltük. Hát ez 7 perc lett. Hát ez szomorú. Jó, Dajna, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, már a negyedik hónapja. Köszi, köszi. Azt mondja, ability summon. Lehet, hogy fotót akartak készíteni, igen. Cupbearer. A Cupbearer-t lehetne állokkolni. Bearer. Köszi szépen. Exterminátorral mennyi mindent állokkoltuk, bakker. 200 objektum elpusztítás. 50 000 min burn. Dragon's Breath-tel. Hát olyanunk nincs is. Ability Dragon's Breath. Jön az extermináló. Köszi szépen, srácok, a pergetést. Ott van Fire Damage növelés. Wow! Na, kérünk akkor fire damage-et. 20%. You have returned. 100%. Wow, szia Sensei, köszi szépen a 27 hónapot. Peregjenek srácok a szvegek Sensei-nek. És Kyodainának is. Na, az a kérdés. Exterminátor, forgottem viadukt, azaz az új pálya. Sikerül-e a 15 perc? Mizus. Tíz százalék sebzés.
Attack speed. Mit csinál vajon az attack speed ezzel a build-el? Még gyorsabban tudom köpni a tüzet? Movement speed. Adjad a HP regent. Nem láttad még ezt a gémet? Nekem olyan feeling, mint hogyha a Vampire Survivors-t Diablo-val mixelték volna. Tetszik az Einstein. Konix nyert, véletlen egybeesés. Istom. Azt lehet tudni, hogy switch-e mikor jön a Vampire Survivors? Burn chance 10%. Augusztus eleje. Ja, az jön a kóppal együtt, igaz? Base defense regen. Hú, de fúj kint a szél. Na, Fire Affinity. Na, ez amúgy kellett. 10% Fire Area, 5% Fire Damage, 5% Burn Chance. Ott a boss amúgy 450-et tikkel. Most már csak 25-öt. Aha, ide tényleg kell a pierce, mert nem megy át a lángszóró mindenkin. Ja, jó ez a lángszóró, egy kis változatosság. Ó, most négyen vetetek részt az előrejelzésben. Bár a boss, a következő boss nem tudom, hogy fog halni. Megfájszál nyáron, hát mi történt Isten? Azt hogy csináltad? Summon Golem, wow! Wow! Hát ez nagyon jó. Nem akarod eljátszani, aha, érthető. Ki tudja, mikor jön be valami a csatorna pontokhoz, mi?
Na hát kérek base defense-t. Na? Sárkányok, azok hogy kapják? Jól van, égnek. Ez azt jelenti, hogy boss jön. Szerintem. Ja, azért kérdezem is tök, hogy hogy fászhattál meg, hogyha nem mozdulsz ki a lakásból. Rafik! Elvesztette a pósönnyét. Örökre adósom lenne, ha megszerezném a pósönnyét. Na, azt mondja, hogy Transfiction járt. Hát nem, nem lesz jó. Hiába hoztam az Exterminátort, ő még gyengusz ide. Vagy én bildeltem rosszul. Azért fáj amúgy a sebzésem. Kérjünk HP-t? Jó, legyen HP. Jóé! Hát azért átmentem rajta. Na és itt az újabb boss.
Wow! 4% additional damage for each burning enemy. Ez... Ha tehetném, akkor ezt ki kéne menteni. Burn chance, aha. Néha így bele kell mozdulni, hogy ne kövessenek annyira az enemik. 20% damage. Not in vain. Thank you, my dear friend. Please take good care of yourself, so we shall meet again in safety above. Na, még egy NPC megmentve. Azt mondja, hogy defense. Tessék. Üljünk meg 1000 enemit ezen a pályán. Tehát a wolfszerekkel? Nyomtak egy karbantartást, Polarati. Nyomtak egy karbantartást, kicsit több mint egy órásat. Aztán, hát én pont délutánra terveztem a diablózást, és hát ez ilyen nem várt maintenance lett. Diablo, WoW-ot akartam mondani, igen. Hát ugye, a Diablo elvette az eszem. A függőség, igen. Ez jó enemy volt. Dragon's Breath. Wow. Na, 12 perc eltelt. Kérünk range-et. Hallod, ezek a izé... Azok a szemetek a... A Dr. Who-ból. Az angyalok, amik csak akkor mozognak, amikor... Nem látom őket. Ezek itt is utolértek. Hihetetlen. Ez hihetetlen, srácok. Ezek mindenhol ott vannak. Ezek mindenhol ott vannak. Síró angyalok, azt hiszem amúgy.
Mindenhol, igen, igen. Mindenhol ott vannak a síró angyalok. Százalék range, 10% ará. Jaj! Na hát, jobbulás minden esetre is tag. Nem áll mit lebetegetni az e-sport karrier előtt a Black Desertbe. Hiszen ez elég fire area. Jöhet. Már HS karrier van? Na, ilyen gyorsan feladtad a izét, Black Desert-ed. Igen, igen, Sense, ilyen Diablo 1 és 2 feelingje van abszolút. Ez pont ilyen tüzes ellenség? Hát akkor még jó, hogy izét hoztunk. Mert hogy pont ilyen jeges ellensége, meg tüzeset hoztam ellene? Azt mondja, hogy additional fire damage. Ajaj, nagyon akarnak. Piercing jöhet. Százalék, nem is 10% burn chance. Nagyon akarja. De ennek most vége. A Frost Knight Rim uralmának vége. Retrieved. Transform the damage type of your main weapon into fire. Na. Ezt is jó lenne kimenteni. Hát igen, azt hallottam, de mondjuk én nem próbáltam, de azt hallottam, hogy a Black Desertbe kőkemény farmokat kell nyomni. De istok szeret grindolni, állítólag.
Azt mondja, additional flame walls. Ó, az jó. Nem elég, hogy nyilazós, hanem még köpködős ellenségek is vannak. Hihetetlen. Mármint, hogy nem elég, hogy... Igen, igen. Ja, akkor jól mondtam. Azt hittem, hogy szarról mondtam. A 17. perc kezdődött el egyébként el. Ne lehetne amúgy menni még egy ability-ért. 10 a base damage-hez, main weapon. Na nézzük, milyen sebzés. Burn damage 4000. Hogy néz ki, csak ezek az itemek kellettek, és most már jó a build. Huszonezerékre nincs, 10% arra. A Dragon's Breath-re. Még kérünk range-et. Sebzés Dragon's Breath-tel. Ó, basszus, indokolatlan sebzések. Na, jött valami ijász. Mutassuk majd neki. Hát ez elítenem, ugye? Nem sok mindent tud. Szegény. Area és cone size növelés. Na hát most azért eltalált. Heat blast. A Dragon's Breath knockback-eli az enemit. Na ezt amúgy arra kíváncsi vagyok. Hát annyira ez most nem volt látványos. De az inventory rendszer a BDO-ba szörnyű, mint a Diablo. Ja, azt mondtad. Ezt mondtad. És le kéne menni még azért a plusz ability-ért. Na, adj egy kis base defense-t. Maradt a burn damage-ünk ugyanannyi. Srácok, lassan a 20. perc fog következni. Hoppá, azt hittem, hogy ott mindenki meghalt. Nagyon volt dicsérve a BDO-nak a harcrendszere, de neked nem annyira volt különös, aha.
Megnézzük ezt a summon gólemet. Tök jó, tényleg tudom lögdösni. Ott gurulgattam ugye a gólem körülöttem. Menő. De mindjárt meghal, aha meghalt. Azt mondja, 8% range. Wine bottle. Ha megszereztük és megvásároltuk, engedi, hogy a cupbearer növelje a számát az elérhető strong wine-oknak. Hát ez most nem fog megtörténni, az a helyzet. Mert ugye már most megtörtént a kimenekítés. 1 millió sebzés a Dragon's Breath-tel. Azt mondja, hogy még több esélye a Flame War-ra. Meg még nagyobb a rám. Azt mondja, hogy duration. Hát inkább a maradék HP regenerál teszünk. Amúgy mindjárt meg lesz a 60-as szint. Wow. Itt egy kicsit beszoroltunk. Azok ott nem nagyon sebződnek. Én meg nagyon rámentem, hogy azok sebződjenek. De legalább meg lett a 60-as szint. Base defense. No. Base HP. Ja, látom. Így köpköd. Hát ez elég szívás. Már nem azért. Hogyha elnézek a kelgyó fele. Hát ezt amúgy nem tudom, hogy hogyan kéne megcsinálni. Hát hogy oda kell támadni, de közben mindenhonnan jönnek az alig sebezhető síró angyalok. Vampire Survivor-ben nem tetszett, és nem értettem miért hype-olják, de ebben tetszik az izgalom, hogy vajon meddig bírom és a level up, majd ma talán kipróbálom. Van demója is, úgyhogy azt tudom javasolni. Állokoltunk valami karaktert. Nekem a Blade & Soul-nak a harc rendszere tetszett amúgy. Még jó annó. Trait. Item. A KBRR. És egy upgrade. ...5500-as DPS. Ez jóféle nagyon. És ott van a Shield Maiden.
jó volt ez a rán. 23 perc 16-ig éltünk túl. Úgyhogy gratulál mindenkinek, aki az igára tippelt. Bár... nem fogadtatok túl sok csatorna ponttal. A Shield Maiden, igen. Cup Bearer. Defeat the Hydra. 10.000 enemit meg kell ölni. És 50 gargolt. Hát ez nagyon jó volt. Level 100 a következő a karakterrel. Sparking tips. 200.000 enemit kell égetni. És 2 millió sebzés a Dragon's Breath-tel. Ez nagyon város. Ez nagyon város. It is a great relief to see you again. My humble services will be forever at your disposal. They are the only thing that I can currently offer in return for my rescue, besides my eternal gratefulness. I can supply you with beverages and potions that might increase your odds down in the halls. Oh, bam. A bottle of wine is all I can offer. But if you'd find the right ingredients and additional flasks, I could expand my repertoire. Hoppácska, szóval, hogy ő tud segíteni nekünk a rányaink alatt potionokkal és különféle italokkal. Jelenleg csak üveg bor van nála, de hogyha a megfelelő hozzávalókat elviszük, akkor meg a flaskákat, akkor bővíti majd a repertoárját, a kínálatát. Tehát lehet reroll-ol nitrate-et, hogyha szintet lépünk. És ilyen cuccokat kell majd még neki összeszedni. Nagyon jó. Nagyon tetszik, hogy milyen szépen aprólékosan tárja elém a játék, hogy mik vannak pontosan. Nyilván amúgy a Vampire Survivors-nél is amúgy ez van. Csak én ezt annyira nem éltem meg, mert hát... én viszonylag az elején csatlakoztam be. De ott is amúgy valószínűleg ilyen szépen tárul fel a játék. Gatherer's Charm. A Gatherer's Charm kell, hogy ugye lehessen látni, hogy hol vannak a potionok. Ha Battle of Fine-t viszek, akkor ez pedig a reroll-ok számát növeli meg. Ez tök király, nem srácok? HP kapacitás. Nyolcezer a Ruby Circlet. De király, elképzelés, és sem sincs mire van szó. Felejtsük majd el. Hogy az exterminálo. Hát nem tudom, hogy egérbillentyűvel hogy lehet karaktert váltani. Na. Na, neki konkrétan rajta nincs semmi. Block Strength,
Block strength. Hozzuk a pickup range-et. És akkor... Splash damage. Ó, a charmal lehet lokétálni a potion-okat, aha. És crit chance. Ja, nem, crit damage, oké. Okay. Akkor ez így jó. Nem nyomunk most végig egy rend, viszont benézünk, srácok, hogy mi újság. Az Ember Grounds-ra. Azért nem indítok előrejelzést. Hello-i, megvettem ezt a gémát a hatásodra, nagyon tetszik, köszönöm, bemutattam. Örülök, hogy bejött. Mi ez a sebzés amúgy nála? Block strength. Mi ez az? Így oda koppant egyet, aztán üt még egyet, mi a fene? Számít, hogy melyik pályát indítod, vagy amelyik tetszik? Hát én most azért választottam ezt, mert ez így nem olyan nehéz. Base defense. Ahhoz képest amúgy, hogy ez csak ilyen izé, védekező-szerű karakter. Block strength, 10% damage. Brutális AOE-ja van. Hát lehet, hogy ez jobban fog tetszeni, mint a Swordsman. Ez olyan, mint egy izé, Swordsman. Amúgy. Base defense, attack speed, block strength. Ja, hogy a pajzsával csap egyet. Aha, tehát a pajzsával csap egyet. Ó, mert ennyi az idő, ebédelni kéne. De miért csap egyet a pajzsával? Nem azért, mert meg akarják ütni, az biztos. Hát most nézzétek meg, 500-as DPS. Én leszek a vaze hangod, Connor. A közelének akkor van ilyen támadása, aha. Hát de ebbe a játékban mindig közel vannak. Igen, az így nem értem. Block strength, na tessék. Oké.
Igen, te kis seregen. Most vagy ez a karakter rohadt erős, vagy a többi nagyon gyengusz. Base HP és regen, block strength 10% damage, multi hit. Jaj. A zöld világító ízi a HP csík mellett az mutatja, hogy hol találok összetevőket a pályán, ami kell a Rafiknak vagy kinek. Crit damage, damage 100%. Ezerre 79. Base defense, block strength. Tizenhetet sebeztek ezek a kis izék. Te HP regen. Crit chance szerintetek adja? Olyan, mint hogyha ez se kritálna. Valami kritált azért. Valami bevágta 1079-eket. Olyanokat jó lenne ütögetni, hogyha. Hit 15 enemy with a single attack. És még utána írt valamit, ami nem tudom mi lehetett. Hallatszódott pár pajzson csapkodás. Na kutyusok. Eddig tartott, srácok. Crit bónusz 380%. És az alap az a 200%.
És 20% kritünk van, wow. Tehát ez a crit százalék, ami így ilyen durván oda tesz. Nagyon kell lenni fog az attack speed. Attack speed, igen, és block strength. Hát ez boss elit volt az előbb, csak az a gond, hogy az elitre nem volt olyan szép sebzésünk. A boss. Bossra nem vagyunk olyan jók. Na, ezt amúgy ki kéne mentsük. Az exterminátornak. Ha, kérünk movement speedet. Ja, megugrik a HP, hogyha ha bekriterünk. When you hit a burning enemy with physical attacks, the enemy will spark fire damage projectiles dealing damage based on the burn strength. Ó, oh, na erre kíváncsi lennék. Ezt majd kipróbáljuk legközelebb. Ezt majd kipróbáljuk legközelebb, ha már itt kimentjük. Nem, tehát hogy az alaptámadásunkkal kell megütni egy égőt. Nagyon jó a HP regenünk. 50% crit damage, 10% damage. 1400. Nem mindig látni, hogy hová esik a lila.
Na, elértük a 30-as szintet. Na. HP regen az brutálisan jó. Azt mondja, regen movement speed. Ilyet. Ja, ja. Nekem megtetszed, nektek is tetszik, tök jó. Jó kis game. Azt kell megnézni, hogyha megtámadnak, akkor az mennyire fáj, bár most nem kéne, mert fél HP-n vagyok. Ja, ja, ez így elég quality, ez így elég quality 15, aha. Az ilyen játékok közül. Abszolút. Na még egy kis crit chance. Duranjanak az 1400-as sebzések. Az Echoing Band azért az is elég jó. Az ugye egy robban. Kukacok. Azt mondja, hogy 8% attack speedet én még kivenném. Na gyere. A 10% damage-re lennék kíváncsi, hogy az így mennyit jelent. Mivel nagy számokat ütünk, ezért valószínűleg jelentős. Azt mondja, hogy 10% damage. Aura damage. 1479, ja, hát igen ez. Shield Bash-el 300.000 sebzés. Base HP. Bár amúgy ezt... Base HP-re nem fogok még egyet rakni. Hogy állnak itt a Shield-el, ijedetlen? És még meg is bögtek. Nézzétek a HP-re, mert milyen gyorsan megy fel a HP. Ez undorító enemy, sajnos. 8% nincs. Ja, olyan 2 másodpercenként, igen. Vagy legalábbis közel a 2, az biztos. Na, bosszos. Attack speed és damage százalék. Base crit. Ó.
rektális. Kérnek a gólyóbisok. Ujjjjj. Hát itt most sok HP-t buktunk. Base crit damage 1700. Kaptam. Block strength. Júj! Jó, ilyet amúgy a Dragon's Breath. Hát a bort már nem tudjuk kimenteni. Most jön a 16. perc egyébként. Ja, tessék, aura damage-et kérünk akkor. Jaj, jött egy boss. Mit is csinál? Sétál, az jó képesség. Ring of Fire, nézzétek meg miket dob. Szemétjáték. Csupa dolog, amit így nem tudok kimenteni. Egy csupa olyan dolog. Ez még mindig brutál látni. Na ez az attack speed, ez a dupla attack speed, ez ilyet, ne? Hát emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy nem játsszuk végig? Lehet végig kéne mi? $19.89. Na, 2120. Az helyzet, ezek már akkora sebzések, hogy így
A bossnak, lehetettek mennyi HP-t levettük? A Ringblade-ját. Kapta a bossos. Rosszták a grafikát a Vampire Survival-ban? Na ez micsoda? Még egy boros. Ez a ring olyan, mint a Cross a Vampire-ben. Ring. Milyen ringre gondolsz? A Cross a Vampire Survivor-ben az egy boomerang, ugye előre egy kicsit eldobod és vissza hátra repül. Van itt is olyan fegyver, de az nem ring, és nincs is most itt a rámba, royalty. Szóval nem vágom, mire gondolsz. 2400. Hát ez rip. Ott dobálja azt a kör, valamit a karaktered. Kör valamit. Ja! Jogos, az tényleg az. Igazad van. Ez a Ringblades, igazad van, Royalty. Annyira jelentéktelen az a ránunkba. Legalábbis szerintem damage szinten, hogy amúgy... Igen, amúgy igazad van, az tényleg az, mint a Cross. Igen, és van bibliánk is, meg foghagymánk is. Warhammer az a neve. Ajaj, nehogy bajba kerüljenek. Range. Már csak 10 perc van hátra, srácok, már csak 10 perc. Szerintem most van esélye amúgy a 60-as szintre. Mondjuk első rámból a 60-as szint azért, az azért erős. Bár így, hogy elvesztettük a revive-unkat, azért... necces, de több esély van, mint az Exterminatorral elérni. Mert ott ugye egyáltalán nem is kaptunk annyi XP-t. Na, azt mondja, hogy arra a szájsz. Ha valakit lekritelünk, az fixen hal. Azt tetszik ebben. Tehát van esélyünk valakit instantolni. Na, srácok. Hány perc van hátra? Azt mondja, hogy 22 perc. Mert hogy 22 perc telt el, és 8 perc van hátra. Mármint most már kevesebb, mint 8. Azt mondja, hogy tudunk még HP regent kérni, meg majd még tudunk defense-t is.
Csomó XP van amúgy a földön. Biztos jön mindjárt valami boss. Ja, a kukac jön lassan, ó, bakker. Az ocsmány kukac. A kukac, ami megszivatott minket. Arra nem is akartam emlékezni. Crit hit chance. Itt van pénzes goblin, treasure goblin volt. Itt a transfiction. Annak is nagy sebzése van. Relatíve. Na, 24. perc kezdődik. Muszáj vagyok elhozni a mágnest. Ilyenben felnyomva ez a blokk, meg defense, vagy mit tudom, csoda. Olyan soknak érzem az ellenfél sebzésén. Ők legalább a HP-rege nem jó. Ja, na, örülök, jó ilyet hallani, Connor. Örülök, hogy tetszik a God of War szinkron. Tegnap előtt tettek ki a szinkron sarkosok egy videót, hogy szavazzunk 8 játékból, hogy mire szeretnénk a következőt látni. Igen, igényfelmérés szinten van. Last of Us, Uncharted, Jedi, Survival. Detroit Became Human. Vicces volt látni mondjuk a Google-ös igényfelmérőt, ahol lehet választani ugye a 8 közül, de egyet nem lehet. És nincsen rang sor sem. Hát én bejelöltem akkor az összeset. Nagy segítség vagyok mi. Level 60 elsőre konkrétan. Három ezeres kritek. Hát engem mindegyik érdekel, úgyhogy bejelöltem mindet. P-
Pénzes goblin, ne szaladjál! Ezt amúgy nem értem annyira, ezt a boss-t, hogy így most itt akkor rajta mi a fenét kéne csinálni. Aura damage, aura charge. Azt mondja, apply effect 50 000-szer és 500 000-szer. Szerintem az achievement bugos. Az 50 000 után nem adhatta be az 500 000-re. Terraria szinkron. Na persze. Jó, hogy nem Minecraft, nem? Hát rám lépett a boss. Mármint pontosabban alám jött. Utolsó 2 perc, srácok. Ben nagyon jók vagyunk amúgy. Baldur's Gate 3 magyarítás? Azt szeretnéd, Sensei? Szegény Baldur's Gate 3. A legtöbb ember csak annyit tud a Baldur's Gate 3-ról, hogy höhö, medve, höhö, szex. Utolsó fél perc, srácok. És nem sikerül megölni a boss-t. Amúgy. Jó, meghalt. Kértünk base health-et. Utolsó 5 másodperc. Szia bosszos! Lenne revive-om, még akár meg is lehetne csinálni.
maxi koncentráció van. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy még phase 2 lesz azért. Meg hogy nem tudom, mit csinálok ezzel a sok bogyóval. Már hogy ez nem egészséges. Legalább szépen megy a HP-ja. Srácok. Jézusom, már 6 óra? Hát ezért mondtam, hogy nem kezdünk bele egybe, srácok. Kicsit meg, de csak kicsit. Mindjárt maxos lesz a HP-m. Na erre két sebzést is benyeltem. Jó, hogy ilyen távolról tudunk ütni, csak mert nem látom, hogy a boss milyen támadásokat nyom. De legalább beszorította a saját golyója a boss-t. Amikor a saját golyó beszorít. Ja, mondjuk most már nem tudom ütni én sem. Száznyolcvanszor üssenek meg egy rán alatt. Na. Kijött. Na kard, de nem is figyeltem, hogy hogy elment. De rezidens alvó, srácok. Ugye ez azért ilyen, mert hogy valamik még kellett volna ez a bosshoz, hogy levegyük a fél HP-ját. Na mindjárt phase 2. Ja. Akkor ennyi. Lord of Regret.
És duelista lettem, mert a Shield Maidennel győztem le. 10 mil a sebzés majdnem, hogy... Na, itt a shieldes, meg lett a level 60. 15 enemit megütöttünk egyetlen támadással. 180-szor megütnek egyetlen rán alatt. 5-ös peri egy ránba. Level 30 vele. 300 ezer sebzés shieldbenssel, és le kell győzni a lordot. Egy lordot, tök mindegy, hogy melyiket. És ezért kaptunk egy itemet. 2000 critet kellett volna csinálni a main attack-kal, a shieldbash nem számít, és ez 1500 lett úgy, hogy hát jó sokáig húztuk, és 2000 kellett volna. Kugel Blitz, azzal kéne 750 ezeret csinálni, azt amúgy unlockoltuk, azt a, ott van, unlockoltuk, ez egy ability. 100 000 HP recover, totál, 5000-et csináltunk amúgy ebbe a körbe. 3 millió sebzés a Kugel Blitz-szel. Azt mondja, éljünk túl 28 percet úgy, hogy nem növeljük a defense-ünket. Illetve bónuszból sem. Amúgy az is jónak tűnik. Várjunk 3 percet, mielőtt még mozogni kezdenénk. Az komoly, ez is amúgy tetszik. A Tower, ez is amúgy tök király. Na jól van, srácok. Megnézegettük ezeket a dolgokat, ott van. Legyőztük a Wraith Lordot, hol van a sima lordunk. Flame akármi. Ott volt valahol, aha, ott van Lord of Frigrat. Az achievementekből majdnem a fele megvan. Hát valami 20%-nál voltunk emlékeim szerint, vagy 18%-nál. Nagyon jól haladtunk így a quest teljesítésben. Hát igen, ma... ma nagyon szereztük az achievementeket. Oké. Okay. Majdnem megvan az achievementek fele így két stream alatt. Nyilván ezek a könnyebbek. Ennél csak nehezebb lesz majd később. És akkor még egy karaktert fel kell oldjunk. Most ugye a Shield Maidennel nyomtuk. És Sorceress azt mondja, hogy 10 000 enemit kell megölni a forgottem viaduktnál. Na hát akkor a következő streambe Sorceress-t állokkoljuk. Ha minden igaz, akkor ez egyébként az utolsó pálya, jelenleg a harmadik pálya. De most megpuskázom nektek gyorsan. Így van, 3 pálya van 7 karakterrel. Hát ez brutál jó volt. Remélem, hogy ti is élveztétek, srácok. Folytatjuk majd legközelebb, ami nem tudom, hogy mikor lesz, de figyeljétek a menetrendet.